Szép délutánt mindenkinek! Idén ez a Tapsrend harmadik adása. Műsorvezető társam Kerényi Miklós Máté sajnos a próbateremben rekedt, de találtam magamnak egy remek társaságot. Ancsa! Ha-ho! De jó! Mesélj nekem, mi a legutóbbi színházi élményed? Legutóbb a Centrál Színházban az I Love You című előadást láttam fantasztikus szereposztással, egy volt osztálytársunk is szerepel benne. Bizony. Ki rendezte? Harangi Marcsi. Kik a színészek? Balog Anna, Andrádi, Zsanett, Vári Kovács Péter és Simon Kornél. Remek szereposztás. Igen. Van esetleg valamilyen bejátszót? Hát hogyne, nézd! Nézzük! Aha! Gyere, csókolj meg, szaporád, Dubicám, ha megfőztél... Itt is vagyok, kicsi galambom. Szia! Várjál, becsukom az ajtót. Megegyél, de megáll, légy a párom. Alig várom, oda tartom a forró számat. Hűha! Na, jó, hát szép estét kívánunk, hát szép délután vesz. Jó reggelt. Így van. De jó itt a Liliben. Ez a Lili Bárónak a díszlet, ezt már elmondtad, Ancsa Pancsa? Nem, ezt neked kell elmondanod. Úgy vártalak, hol voltál? Ja, próbáltam ezzel. Itt a Lili Bárónő díszleteiben vagyunk, mutatom. Itt vannak különböző ajtók, asztalok, ez föl tud emelkedni, ezen gyönyörűen lehet énekelni. Az egész egy kicsit ferde, kicsit romos, kis tomos. Ez pedig az én egyik kellékem, ilyen remeteházi galambos Alfred Ivánt játszom ebben a darabban, és ez az én családfám. És itt vannak kis nevek rajta. Itt van Galambos Ervin, Galambos Géza, mind az én őseim. Jaj, a nagypapa leesett, na mindegy. A nagypapát szedd fel. Fölszedem, mindjárt fölgurigázom, ezt így föl lehet tekerni. Na addig nekünk valamit el kéne mondani, mit mondunk? Hát tudod, voltunk legutoljára együtt a Centrál Színházban. Így van, és megnéztünk egy hihetetlenül jó előadást. Fekete Péter. Fekete kis. Na jó, mondjuk el, hogy kik szerepelnek benne. Mondjuk, hogy kik szerepelnek, puskázni fogunk azért egy csöppet. Tehát Magyar Attila, Básti Juli, Gubás Gabi, Simon Kornél, Oroszlán Szonya, Alman Péter, Schmidt Zoltán, Kovács Vanda, Borbás Gabi, Kárász Zénó, és még sokan mások. Egy hihetetlenül jó előadás. Ajánljuk mindenkinek, nagyon sok szeretettel tekintsenek bele. Bízol bennem? Bízom. Tűzön, vízen keresztül? Persze. A levegőben is? Hogyne. Akkor emelkedjünk. Jaj, ugye milyen rossz. Te egész jól látni innen mindent. Nagyon jó. Itt van egy hihetetlenül tök jó kis emelőnk itt a Raktárszínházban, ezen szoktak például a Dolhai Attiláik itt énekelni ilyen magasan állva, mi ügyünk. De jó itt fel, te sokkal magasabbnak tűnek itt fönt, mint lent, mi? Én is. Na, de közben hagyd mondjunk el, hogy a Pesti Színházban március 5-én egy újabb előadás kerül bemutatásra, Tom Jones című zenés színmű. Bezerédi Zoltán rendezésében tekinthetik meg fantasztikus szereposztással, mondanánk is egy-két szereplőt, Hegedűs D. Géza, Tasnádi Bence, Lukács Sándor, Igo Éva, Tornyi Ildikó, Borbicki Ferenc, Pap Vera, Kútvölgyi Erzsébet, Kovács Patrícia, Harkányi Endre, Láng Anna Mária, Maisai Nyilas Tünde, Veszbaum Béla, Csőre Gábor, Józan Lacika, Szemenyei János és Tar Judit. A koreográfiát csinálta Duda Éva, a mozgás Gyöngyösi Tamás. Nézzenek bele! Ancsa Pancsa, most pedig lemegyünk. Jaj, végre, menjünk már! Izgultál itt fönt, mi? Hát nagyon, de tetszett, szép a látvány, jó ez. Na, de amíg leérkezünk, elmesélünk egy újabb előadást, a Szegedi Nemzeti Színházban kerül bemutatásra a Kölyök. Posgai Zsolt rendezésében. Főszerepben Gömöri Krisztián. A koreográfus pedig Fejes Kitti. Nézzük meg! Üres a szív, tudom már, és mégis mind, ahogy a karjába zár egy szár, a lelkem mozgják. Kezünket csókoljuk, éppen egyébként itt a Budapesti Operacionálban egy hatalmas meghallgatás folyik a Miss Saigon című musicalre, és Máté korepetál engem. Igen, arra gyakorlunk, és itt segítünk egymásnak, ahogy lehet. Köszönöm, Máté. Bármikor, édesem. Mi 2 hét múlva újra itt leszünk, nagyon sok szeretettel várjuk Önöket, Ancsa Pancsa meg én, csókolom kezüket, járjanak sokat színházba. Igen, jöjjenek, menjenek, mi pedig skálázunk tovább. Így van, hajra.